estét kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg kérem mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Karcagi Nagy Zoltán, a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke, akivel az idei költségvetésről beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Karcagi Nagy Zoltán, a Karcagvárosi Önkormányzat Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságának elnöke. Szeretettel köszöntöm képviselő úr stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, kezdi csokkolom, üdvözlöm a Karcag Televízió valamennyi kedves nézőjét. Az elmúlt testületi ülésen a Karcagváros Önkormányzat képviselő testülete elfogadta a város idei költségvetését, ezért hívtuk ma meg Önt egy stúdióinterjúra, hogy erről a költségvetésről beszélgessünk. Talán kezdjük azzal, hogy mióta Ön az elnök ennek a bizottságnak, mit lehet erről a bizottságról tudnunk, például hány tagú, hogyan működnek, milyen időközönként ülnek össze, és mi a feladata ennek a bizottságnak? Hú, egyszerre ilyen sok kérdést kaptam, de próbálok válaszolni mindegyikre. 2010 óta, tehát úgymond 9. éve, de 8 éve vagyok a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságnak az elnöke. 7 tagú a bizottság, 3 külsős tagunk van, illetve a Jobbiktól van egy képviselő, aki a bizottság tagja, és a Fidesz is természetesen képviselteti magát a bizottságban. Havi rendszerességgel ülésezünk, és talán ez az a bizottság, aki a legtöbbet ülésezik mondjuk egy év alatt, vagy akár egy ciklus alatt, mert elég gyakoriak a soron kívüli üléseink, amikor valamilyen gyors, határidős döntésre van szükség, és általában rögtön utána egy testületi ülés is követi ezt az ülést. Például a tegnapi napon is ez történt. Tehát akkor ezt úgy kell elképzelnünk, hogy van egy előterjesztés, az megy a bizottsághoz, ott megtárgyalják, és utána mehet tovább ez a napi rendi pont? Így van, és akkor a bizottság vagy elfogadja, és a testületnek elfogadásra ajánlja, vagy pedig nem ajánlja, és akkor már bizony nem fog a testület pozitívan dönteni abban az ügyben. Beszéljünk az idei költségvetésről. Milyen előkészítő munka előzi meg azt, hogy egy költségvetés összeálljon, és ezt a testület elfogadja? Azt is természetesen pénzügyi bizottsági ülés előzi meg, úgyhogy január 17-én ültünk össze ez ügyben először. Itt nem csak a pénzügyi bizottság tagjai vettek részt, hanem több képviselőtársam is eljött erre az ülésre, és ott a bevételi és kiadási oldalon egyező főösszeggel egyensúlyban került megtárgyalásra, és a bizottság ezt a költségvetési rendelettervezetet elfogadta. Mekkora a fő összege ennek a költségvetésnek? Elég magasabb, mint a tavalyi, 5.928.357.880 forint a bevételi és kiadási főösszeg. Mit lehet arról tudnunk, milyen arányban és hogyan fogadta el a testület ezt a költségvetést? Tehát most egy picit arról beszél nekünk, hogy mi zajlott a testület ülésen. Hát a testületi ülésen ugye 11-en vagyunk, ebből van egy fő, a dr. Kovács László, aki az ipartestület részéről lett delegálva, illetve hát listán került be a testületbe. 2 szintén listás képviselő van a Jobbik színeiből, a többiek fideszesek. A 2 jobbikoson kívül mindenki megszavazta a rendelettervezetet. A költségvetést, amikor megalkotják, ennek ugye mindig vannak irányvonalai, amiket szem előtt tartanak. Melyek voltak ezek a legfontosabb irányvonalak? Hogyan állt össze ez a költségvetés? Hát a fő irányvonal természetesen most is az volt, hogy az előző évekhez hasonló színvonalon lehessen a működést biztosítani. A kötelező és önként vállalt feladatokat tudjuk teljesíteni, a folyamatban lévő fejlesztések azok megvalósuljanak,
új pályázatokat, új fejlesztési lehetőségeket figyeljünk, és az új pályázatokhoz az önerő biztosítva legyen. Ezek voltak a fő irányadó vonalak. A város életében az egyik legfontosabb dolog talán az, hogy a közbiztonság az legyen az egyik legszilárdabb, és tehát az az egyik legfontosabb egy város életében. Erre vonatkozóan tartalmaz-e valamit ez a költségvetés? Természetesen tartalmaz. Nagyon örültünk már a tavalyi évben is, amikor a kamerarendszer a városunkban telepítésre került. 12 kamera van jelenleg, amely figyeli a köztereket, plusz 4, ami már a rendszámokat, illetve a ki- és bejövő forgalmat is tudja figyelni. Na most ennek a kamerarendszernek 17 kamerával történő bővítését tartalmazza ez a rendelet tervezet, és most nemrégiben a kamerák használatának a jogszerűségéről is döntött a testület. Van-e orvosi hiány a városban? Hogyha van, akkor ezt hogyan próbálják pótolni? Kiemelt feladat az orvosi ellátás színvonalának megtartása, ügyeleti ellátás és a háziorvos-gyermekorvos utánpótlás biztosításával. Fontos feladat tehát, mindent megteszünk a szakemberek biztosításáért, a tanulók tanulmányait segítjük ösztöndíjjal. Erre az ösztöndíjra szánt keret a tavalyi 3 millióról most 5 millió forintra emelkedett, de lakhatási támogatást és úgynevezett ideköltözési támogatást is adunk. Hát ezen elgondolkodhatunk, hogy van olyan jobbikos képviselő, aki anyagilag is érdekelt volt az orvosok külföldre csábításában, de ezzel ellentétben mi nem elküldeni, hanem idehívni szeretnénk az orvosokat az ellátás maradéktalan biztosítása érdekében. Települési támogatások rendszerében lesz-e valamiféle változás, változtatás? Milyen tervek vannak? Nem lesz változtatás. Szociális alapon az előző évhez hasonlóan biztosítjuk a rendkívüli és a rendszeres támogatásokat. A szolgáltatásoknál nem emeljük a díjat, új adók sem lesznek bevezetve. Nemrégen belépett a környezetvédelmi talajterhelési díj, de erre kötelezettek is 90%-os kedvezményt kapnak, tehát mindössze a 10%-ot szükségeltetik fizetni. A szemétszállítás számlázása is országosan rendeződni fog várhatóan, illetve új elemként jelenik meg a költségvetés tervezetben a karcagi lakóhelyen rendelkező újszülöttek támogatása, ez a babacsomag, nevezzük úgy, ez a neve, amelyet nem szociális, hanem alanyi jogon biztosítanánk minden újszülött számára 2018. január 1-től egy 20 000 forint értékű ajándékcsomag formájában jelenik meg ez gyermekenként. Nem értem, hogy a jobbikos képviselők miért nem szavaznak meg egy olyan költségvetést, ami ilyen pozitívumokat is tartalmaz. Ugye a város körzetekre van osztva, ön is az egyik körzetnek az önkormányzati képviselője. Minden évben beszámol például ön is arról, hogy milyen fejlesztések, fejlődések mentek végben a választó körzetében. Ennek egy részét ugye úgy valósítják meg, hogy erre a képviselőknek van egy bizonyos keretösszege, amiből tudnak különböző felújításokat végezni a körzetben. Ez a keret most lesz-e? Mit lehet erről tudnunk? Növekszik, vagy ugyanannyi lesz, mint az elmúlt években? És milyen terveik vannak ezzel kapcsolatban, például önnek is a körzetében? Hát örömmel tájékoztatom a kedves nézőket, hogy természetesen most is építettünk be ebbe a költségvetési rendeletbe a településfejlesztési kiadásokra körzetenként 2 millió forintot a körzeti képviselőknek. És hát a tavaly megrendelt munkák elvégzésére is sor kerül, természetesen, mert ugye tavaly is volt már ilyen keretünk, sok munka meg lett rendelve, de egyszerűen nem érkezett a városgondnokság még mindegyiket elvégezni, bár folyamatosan csinálják, de megmondom őszintén, hogy eléggé gyorsan szét lehetett osztani azt a 2 millió forintot, talán ennek a többszöröse is jó lenne körzetenként, de azért az is megegyezhető, hogy elég sokféle munka belefért ebbe. Ebbe az útalap építéstől kezdve az átereszek olyan helyen, ahol ugye nem folyt el a csapadékvíz normálisan, de intézmények támogatása is részemről például az is belefért ebbe a keretbe. Úgyhogy az idén is lesz járdafelújítás, kátyúzás,
útalapok készítése szintén szerepel a tervek között, mintegy 2100 köbméter törmelék áll majd rendelkezésre körzetenként a képviselőknek, úgyhogy azt hiszem, hogy a sáros utak egyre kevesebb számba lesznek majd megfigyelhetőek. Ezen kívül, mint körzeti képviselőnek figyelnünk kell a közvilágításra, az utcai bútorok, szemetes ládák, stb. Elhelyezésére. Továbbra is kiemelt feladat a tilalmasi ivóvíz és gazdasági víz ellátásának biztosítása, de folytatni kívánjuk a lakossági szennyvízbekötéseket is. Ennek a támogatási rendszerét is tovább folytatjuk. Szennyvíz gerincvezeték építése esetén, ha egy társulás összeáll, akkor az összköltség mintegy 66%-ának meg kell lenni, és akkor ezt az önkormányzat kiegészíti 100%-ra. Ez egy nagyon komoly dolog, viszont csak egy bizonyos keret erejéig mehet ez a dolog. Érdemes sietni tehát, aki ebbe gondolkodik, rendelkezésre állnak a fogadóórák, telefonon elérhetőek vagyunk, vagy bárki személyesen, és ha megkeres bennünket, tudunk ebben segíteni. A rákötési, illetve csatlakozási díj támogatás is lehetséges részletfizetéssel. Önt, tehát mennyire nem az, hogy lelkesek a körzetlakók, hanem keresik önt, tehát ilyen problémákkal? Tehát nem úgy kell ezt elképzelnünk, hogy ön úgy járja a körzetet, hogy na most akkor itt megnézem, hogy ezen az utcán jó-e a közvilágítás, hanem azért a lakók is figyelnek a környezetükre. Mind a kettő jellemző, tehát én is természetesen gyakran, amit tudok, bejárok, de hát mondjuk az egészet nehéz, mert 1150 ház tartozik az én 6-os számú választókerületemhez, ahol én vagyok a képviselő. Igen, mondhatom, hogy igen, aktívak a kedves polgárok, a lakók, mert az a fogadóórámon is sokan megkeresnek, ebből már például a Baross úti zug úgy került kiépítésre, az útalap megépítésére, hogy a fogadóórámon megkeresett egy nagyon kedves házaspár, aki ott lakik, és addig ütöttük a vasat, még forró, és lám-lám el is készült az útalap, úgyhogy, de én is egyébként szoktam érdeklődni, hogy esetleg valahol van-e olyan jellegű probléma, amin ezzel a kerettel tudunk segíteni. Nagyon fontos a bérfejlesztés, a költségvetés erre vonatkozóan is tartalmaz fejlődést, fejlesztési lehetőséget a közszférában dolgozók részére. Miről számolhatunk be ezzel kapcsolatban? Hát a 2018 évi költségvetési rendelet tervezetben a közszférában kialakult bérfeszültségek rendezésére, ennek ellentételezésére önkormányzatunk az általános tartalék 200 milliós forintos keretéből 130 millió forintot biztosít. Ezzel átlagosan 11%-os béremelés valósítható meg az intézményekben, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál. A béremelés több száz foglalkoztatott dolgozót fog érinteni, és ez a bérfejlesztés intézményenként február végéig kerül majd kidolgozásra, 2018. január 1-ig visszamenő hatállyal. A bérfejlesztésre biztosított kereten belül az intézmények vezetői saját hatáskörben differenciálhatnak a dolgozók között, és ez a keret, ez a bérfejlesztésre álló keret a költségvetési rendelet módosításával fog az intézmények között lebontásra kerülni. A visszamenőleges emelést, tehát január 1-ig visszamenőleges emelést a márciusi illetmény utalásával kapják majd meg a dolgozók. Na, ezt aztán végképp nem értem, hogy miért nem szavazták meg a jobbikosok, vagy talán nekik nem fontos a béremelés? Tehát akkor beszélhetünk ugye a kamerarendszerről, ami gyakorlatilag nem lett általuk megszavazva, a babacsomag és ugye a bérfejlesztés is. Tehát három sarkalatos pontot tartalmaz ez a költségvetés ezzel kapcsolatban. Szomorúan ez a helyzet, de még indoklást sem hallottunk. Dinamikusan fejlődik Karcag, egyre több beruházás kezdődik és valósul meg, akár az elmúlt időszakban, akár a közeljövőre vonatkozóan. Mit lehet tudnunk, mi várható ezekkel a fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatban? Igen, jól mondja kedves Andrea, nagyon sokféle projekt várható, és már meg is valósult sok fejlesztés. Gondoljunk csak a postai lámpás útkereszteződés forgalomirányító rendszerre, ami már ugye működik is, és hát voltak vele negatív tapasztalatok, de most már úgy néz ki, hogy beáll a rendszer, úgyhogy
nagyon, megszokták a nagyon városlakók, a közlekedők. Így van, és remélhetőleg jelentős számban csökken a baleset, vagy talán meg is szűnik. De a városi fejlesztési projekteket több csoportba oszhatjuk. Úgy felsorolom, hogy teljesség igénye nélkül óvoda felújítás, sport, műfüves pályaépítés, zárt kerti projekt, gazdasági program, turisztikai fejlesztések. Hogy egy picit részletesebben beszéljünk erről, a SIM óvodában egy csoportszoba készült el, amit átadhattunk. A Kinizsi úti óvodánál egy nagyon szuper modern konyhát adhattunk át, és a Zöldfal úti óvodánál is van tervbefejlesztés, de ez majd 2019. augusztus 31-ig fog megvalósulni. A sport, illetve műfüves pálya építés is folyamatos karcagon, mondhatom így, hiszen a Szent Anna és Sámuel gimnáziumnál már befejeződött, a Varró úton is készen van, és a sportcsarnok felújítása folyamatban van, cserélik az ablakokat, hogy minél modernebb legyen, és ugye energiahatékonyabb legyen az épület. A zárt kerti projekt előkészítésben van, gazdasági program tekintetében az iparterület és a városgondnokság infrastruktúrális fejlesztése, illetve karbantartó műhely építése, kiépítése van tervben. Akkor a turisztikai fejlesztések, ez egy nagy falat, a karcag zöld felületeinek fejlesztése, karcagi turisztikai attrakciók fejlesztése, a Zádor hídhoz való út, vezető út fejlesztése, illetve a milánói magyar pavilon karcag turisztikai attraktivitásának fejlesztése, a karcag kincse élmény és gasztronómiai park kialakítása, ez 2 milliárd 837 millió forint összesen 100%-os intenzitású projekt kapcsán. De meg kell említenem a kerékpárút hálózat kiépítését, ami várható hamarosan 500 millió forintos, 100%-os toppos pályázattal, valamint a Városháza és Dériné energetikai fejlesztése, ami 250 millió forintos, szintén 100%-os toppos pályázat. Örömmel mondhatom, hogy a karcagi parkerdő lombsétány elkészült, illetve a rendőrkapitányság épülete is 1 milliárd forintos összköltséggel szemmel látható, aki arra jár, mindenki látja, hogy folyamatos és nagyon jól halad. A HACS keretében, a helyi akciócsoport keretében önkormányzati kulcsprojektekre, rendezvény tartására lesz lehetőség, illetve helyi kistermelők támogatására, pályázatára, civil szervezetek támogatására, sportegyesületek támogatására, ezekre lesz lehetőség a HACS keretében. Ez a program 2018 nyarán indul. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy önkormányzatunk a kötelező és önként vállalt feladatait 2018 évben is folyamatosan ellátja. Fizetőképességünket mindenkor megőrizzük, ehhez azonban továbbra is szükségeltetik a költségtakarékos, átgondolt és logikus gazdálkodás intézményeknél, cégeknél. A Pénzügyi Fejlesztés és Mezőgazdasági Bizottság a 2018 évi költségvetési tervezetet megtárgyalta, támogatta, és a tisztelt testület ezt elfogadta. Képviselő, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és megosztotta velünk ezeket a fontos információkat. További jó munkát kívánunk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontos városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Kovács Ándor megyei közgyűlés elnökével beszélgettünk. Hol vagyunk, elnök úr, jelenleg? Karcagon vagyunk, a karcagi gyepmesteri telepen. Itt vannak azok a kutyák, amelyek kóborkutyaként kerülnek ide a gyepmesteri telepre, és a tavalyi év őszén ismerősök, Újvár Imre, a füredi polgármester kérésére mentünk ki a tiszafüredi állatmenhelyre, és vittünk adományt, kutyatápot az ottani kutyajáknak, és
A karcagiak megjegyezték, hogy akkor a karcagiak telepre mikor hozunk, és hát Karcagon kettő van, a karcagi gyepmesteri telep és egy állatmenhely, és mind a két helyre viszünk adományt, és akkor megkérdezzük, hogy mire van még szükség, hiszen volt jelzés, hogy akár tűzifától kezdve a telepőrzésénél kutyatápra szükség van, és akkor próbálunk lehetőségeink szerint segíteni. A gyepmesteri telep az önkormányzati tulajdonban van, a másik az magántulajdonban. Most mennyi tápot hozott, tehát körülbelül mennyire elég? Hát talán két hétre 10 zsák tápot hoztam, de hogyha lesz szükség rá, akkor hozni fogok ezt, mint magánadományozó hozom ezt, mert ilyenkor télen rossz helyzetben vannak a kóborebek az egész országban, de ilyenkor télen még rosszabb a helyzet, hiszen hideg van, több élelem kell ezeknek a kutyáknak, és hát látszik az, hogy itt a környéken még mindig vannak, akik saját kutyájukat kiteszik az utcára, nem keresik. Én azt gondolom, hogy egyre többen vannak olyanok, akik akár örökbe fogadnak, akár pedig gondoskodnak ezekről a kutyákról. Reméljük, hogy akkor lesznek követői, jönnek és hoznak még újabb adományokat, hiszen azért meleg takarók, szalmák, ezek is jól jönnek itt. Így van, hiszen én is így kerültem, hogy engem is ismerősök győztek meg arról, hogy mindenképpen kell támogatni ezt a dolgot, és nagyon sok önzetlen kutya menhelyt fenntartó aktivista van, és azt gondolom, hogy az ő munkájukat támogatni kell, hiszen ugyanolyan érző állatok ezek a kutyák is, mint amelyek nálunk, nekünk vannak otthon, csak nekik már nincs gazdájuk. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Az előbb hallottuk elnök úrtól, hogy Tiszafüreden már volt egy hasonló. Újvár Imre polgármester úrral beszélgettünk, önöknél is hasonló körülmények között vannak a kutyák? Szerencsére volt lehetőségünk közmunkaprogram keretében már fejleszteni az utóbbi években a gyepmesteri telepünket. Hát én úgy örököltem meg 2014-ben azt a területet, hogy nem volt meg a gyepmesteri telep hatósági engedésem, de szerencsére a tavalyi évben ezt sikerült megszereznünk, illetve már 15-20 új kennelt építettünk az elmúlt években. A tavalyi évben építettünk oda egy raktárat, ahol tudják tárolni a kutyatápot, valamint a különböző eszközöket. Karanténkennelt csináltunk, kutyafürdetőhelyet alakítottunk ki, valamint most éppen majd egy olyan műtőhelységet szeretnénk kialakítani, ahol esetleg már ott az állatokat tudják az átmeneti problémáikat kezelni, de akár még ivartalanítani is, mielőtt mondjuk már egy örökbefogadás megtörténne. Mennyire jellemző, hogy telepi kutyát fogadnak örökbe a fürediek? Sajnos a korábbi években ez nem volt jellemző, tehát az örökbefogadási arány az nagyon kicsi volt, olyan 5%, de az utóbbi időben olyan gazdai kereső programot indítottunk el, amelyel szeretnénk ezt az örökbefogadási folyamatot felgyorsítani. Két ilyen intézkedést csinált az önkormányzat, egyrészt a családi rendezvényekre, jellemzően ahol gyerekek és családok vannak, az önkormányzati rendezvényekre kivisszük a gyepmesteri telepen élő kutyák közül azt a 4-5 olyan állatot, amelyek jobban szocializáltak, és őket bemutatjuk. Volt már ilyen, hogy egy ilyen rendezvényen szeretett egymásba a leendő gazdi és az állat, úgyhogy már ott is volt ilyen örökbefogadás, vagy például van az önkormányzatnak egy újsága, és az önkormányzati labban rendszeresen egy gazdikereső oldalon bemutatjuk azokat az állatokat, amelyeket örökbefogadásra már alkalmasnak ítélünk, úgyhogy így próbáljuk mi a magunk eszközeivel felgyorsítani ezt a folyamatot. Hát akkor reméljük, hogy ott is egyre kevesebb kidobott kutya lesz, és sikeres lesz ez a program. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! A gyepmesteri telep üzemeltetője a Városgondnokság, Molnár Pál igazgatóval beszélgetünk. Mit jelent most önöknek ez az adomány? Hát nagyon sokat jelent, nem is nekünk igazából a kutyáknak, mert természetesen rendelkezünk kutyatáppal, de ahogy lehetett látni a képen is, vágóképen ezek minőségibb kutyatápok, és minden szem, minden zsák kutyatáp nagyon sokat jelent az állatoknak. Mennyire jellemző még, hogy bedobják a kerítésen belül a kutyákat, meg nagyon sokat össze kellene még mindig szedni a városban? Az, hogy bedobják, az nem jellemző, mert tudják ezt, mi felajánltuk a város lakossága felé, hogyha valaki megunja a kutyáját, vagy problémája van vele, esetleg olyan vad lett megöregedett, hogy nem tudják megközelíteni, akkor a mezőrök megfelelő eszközökkel ezeket a kutyákat akár altatás bevetésével is el tudják altatni, és ide be tudják hozni, és sok esetben ezt a módot választják a karcagi lakosok. Természetesen van ellenpélda is, de egyre kevesebb az az ellenpélda, hogy esetleg kiengedik az utcára, és fogják be a Városgondnokság dolgozói. Tudják, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás, elhozzuk a kutyákat, és utána itt várják a sorsukat.
A közösség oldalon azért lehetett látni, főleg szilveszter után, hogy sok kutya elkoborolt, de biztos vannak itt is olyan kutyák, amelyek utána hazamennek a gazdihoz, mert jönnek, és megtalálják, és egymásra találnak újból. Természetesen annak ér, hogy ez egy hatósági telep, tehát egy zárt telep, mert a kóborok tartása mellett az állati hulláknak a tárolása és a TEV által történő elszállítása is itt történik meg. Nyitottak vagyunk, és hogyha valaki bejelentkezik, akkor természetesen bejöhet, megnézheti, vagy érdeklődhet akár telefonon is, hogy esetleg az elkóborolt kutyája itt van-e. Nagyon sok esetben tudtunk már a karcagi lakosoknak segíteni. És mi a jellemző, hogy ezek a kutyák, amelyek itt vannak és ide kerülnek, be vannak csipelve, vagy inkább azok kerülnek, amelyek nincsenek? Most már mindenre van példa, a legtöbb kutyában egyébként most már csip van, de természetesen, hogyha jelölés nélkül érkezik be a kutya, akkor a városgondossága költségvetéséből ez biztosítja, valamint megteszi az állatorvosi előírásoknak megfelelő állatorvosi oltásokat is. Hogyha a város lakosai közül szeretnének önöknek segíteni, mire volna most a legnagyobb szükség? Hát természetesen arra, hogyha valaki állatot akar tartani, és mondjuk egy kutyába próbálja ezt megtestesíteni, akkor ide kijön és egy kutyát innen örökbe fogad. És hogyha mondjuk másképp szeretne segíteni, tehát mondjuk plédekre, takarókra, ilyenekre van-e szükség a takarmányon kívül, amivel etetik őket? Hát ha valaki egy picit nagyobbat szeretne álmodni és nagyobbat szeretne segíteni, akkor természetesen, hogyha körbenézünk, megfelelő számú kenel van, de ebből a kenelből sosem lehet elég. Tehát hogyha vasanyagot esetleg tudna biztosítani a új kenelek építéséhez, azt mindenféleképpen megköszönnénk. Hát a közfoglalkoztatotti létszámunkkal mi ebből megfelelő kutyakeneleket tudnánk építeni. Akkor reméljük, hogy lesz ilyen. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Vízkereszttel véget ért a karácsonyi időszak, így az óvodák is most már a farsangra készülnek. Mit lehet erről tudni, hogy készültek a farsangra? Hát az óvodájainkban ugye a téli szünet után, amikor feljöttek a gyerekek, és nagyon nagy örömünkre szinte teljes létszámmal volt minden óvodánk. 6-a után megkezdődik a farsangi előkészületek. 31 óvodai csoportunk van, és mutatom azt, hogy nagyon színes és gazdag a farsangi kínálat, hiszen nem sablon formájában zajlik mindenhol egyformán, hanem nagyon különböző formában valósulnak meg a csoportokban a farsangi programok, előkészületek. Vannak olyan óvodájaink, ahol szülőkkel közösen játékokat szerveznek, munkadélelőttök, munkadélutánok vannak, nagy közös játék együtt a farsang a szülőkkel. Vannak olyan óvodájaink, ahol még a hagyományos beöltözős farsang zajlik, ahol a gyerekek színesebbnél színesebb maskarába öltöznek, és így kis közös műsorral készülnek a szülőknek kedveskedve. Vannak olyan óvodájaink, ahol a farsang akár 2 vagy 3 napig is tarthat, és bent az óvodai csoportban délelőtt az óvonénikkel csúfolódókat játszanak, felelevenítik a farsanghoz kapcsolódó hagyományokat. Úgyhogy nagyon színes és gazdag ez az időszak az óvodánkban, és az első sorban így február végéig zajlik le, tehát az elkövetkezendő 5-6-7 az, amikor mind a 31 óvodai csoportunkban a farsangra készülnek, és a farsangot a szülőkkel közösen együtt ünneplik és élik meg ennek a hagyománynak a szépségét az óvodás gyermekeink. A magyar farsangi hagyományokat mennyire tartják fontosnak, hogy megismertessék a gyerekekkel? Kiemelten fontos a néphagyományápolás az óvodáinkban, különösen a 3 művészeti óvodánkban, és itt igen, felelevenítik azokat a régi hagyományokat, amelyeket a gyermekek óvodás szinten megértenek, elfogadnak játékossá téve, és ehhez kapcsolódó dalokkal, versekkel, gyermekjátékokkal ismerkednek, amelyeket közösen játszanak, mondókáznak, és élvezik együtt ennek az időszaknak a vidámságát. De azért gondolom, ahogy említette is, a beöltözés még mindig egy fontos programeleme ennek az időszaknak. Igen, a beöltözés, hát a gyerekek már, amikor elkezdődik a farsangi készülődés, akkor ők ugye a legkülönbözőbb jelmezekbe szeretnének bújni, és hát ezt különböző formában oldják meg az óvodáinkban. Van, ahol teljes beöltözős jelmezekbe farsangoznak a gyermekek, vannak olyan óvodájaink, ahol nagyon sok jelmeztár van már az óvodában, és ezeket
használják a farsangi időszakban. Nagyon sok fejmaszkunk van az oviban, amiket a gyerekek ilyenkor a kis közös játékokhoz fölvesznek, használnak, és együtt élvezik ennek az időszaknak az örömét. Jellemző-e az, hogy ezeken a kézműves délelőttökön, délutánokon, csoportfoglalkozásokon akár jelmez készíthetnek a gyerekek maguknak, fejdíszt, vagy bármi ilyesmit? Igen, hát a projektek azok úgy működnek, 2-3 hetes tervezési ciklusban terveznek az óvodapedagógusaink a mindennapokban, és ilyenkor valamennyi nevelési területünk, valamennyi tevékenységi területünk ahhoz a témakörhöz kapcsolódik, tehát ha farsang, akkor ott minden a farsangról szól, akkor a kézműves tevékenységekben megjelenik az állarckészítés, a különböző kis sapkák készítése, a szemüveg készítés, a farsangi szemüvegek készítése, megjelennek, ahogyan említettem az előbb, a mese-vers területén azok, amelyek a farsanghoz kapcsolódnak, azok a mondókák, azok a néphagyományban megjelenő rigmusok, amelyek a farsangi időszakot színesítik. Aztán a környezeti nevelés területén is ilyenkor ugye kivisszük a gyermekeket, megismertetjük ennek az időszaknak, hiszen ez ugye egy télűzés, a farsangi időszak, és ilyenkor próbáljuk azért mi is a természetet arra sarkalni, hogy farsangolunk, vigadunk, és ezzel együtt várjuk a jó időt, bár mondhatom, hogy eddig még nagyon kegyes volt hozzánk, mert sajnos igazi tél még nem is volt, pedig hát a gyerekek azért nagyon várták a hóesést is. De a farsangi időszakban egy télüzés is zajlik az óvodájainkban. Milyen beruházás, felújítás zajlik jelenleg most a katolikus templomban? Hát az elmúlt évben, 2017-ben terveztük volna, hogy a padfűtés teljes egészében megoldjuk itt a fűhajóban. Ugye csak az első 7 pad volt fűtve. Az elmúlt évben a gyűjtés már meg is kezdtük, sajnos a kivitelezés az nem tudott megvalósulni, illetve az elmúlt év decemberében a padok alja be lett dobogózva, és most pedig éppen a padfűtésnek a szerelése folyik. Tehát így azt jelenti, hogy így teljes egészében fűthető lesz a templomunk. Bízunk benne, hogy ez a templom klímájára is pozitív hatással lesz, és egy kicsit enyhébb lesz az idő. Bár most kint is enyhe az idő, de amikor kint mínusz 10 fok van, azért itt is majdnem mínusz alá megyen a hőmérséklet. Említette, hogy adományokat is gyűjtöttek ehhez a beruházáshoz, felújításhoz. Kiknek a segítségével valósulhat ez meg? Tehát a híveknek a segítségével. Voltak páran, akik nagyobb összeggel is támogatták ezt a projektet. Ez így körülbelül olyan 2 millió forintba került. Tehát olyan 600 000 forint volt a dobogónak az elkészítése, és nem egészen 1 400 000 forint pedig a padfűtés. Úgyhogy ezúttal is szeretném megköszönni az adományozóknak a nagy lelkűségét, mert lehet, hogy aki kevesebbet adott, ahhoz képest ugye, hogy mi ezt viszonyítjuk, lehet, hogy ugyanígy nagyot adott, és hogy természetesen mindenkinek sokat jelentett ez irányú adománya. 2018-ban esetlegesen terveznek-e még olyan felújítást, ami szükséges lehet itt az templomban? Hát itt a templomban ezt át kell gondolnunk, hogy mi az, amit tudunk. Most egyenlőre itt a templomban különösebben nem, az elmúlt évben megoldódott a világítás, illetve a hangosítás, és hát a külső felújítás lenne majd igazán nagyobb tétel, de azt látjuk, hogy a híveknek a anyagi támogatásra ez kevés, tehát meghaladja az erőnket, itt külső pályázati lehetőségre, segítségre lesz szükség, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Vannak terveink, főleg a ókatolikus temető mellett van a csűzház, az nagyon rossz állapotban van, balesetveszélyes, ezt szeretnénk lebontani, és hát a helyére szeretnénk egy olyan kis helyiséget kialakítani, egy ilyen fedett részt, ahol az elhunytakat föl tudjuk ravatalozni, és a búcsúztatás megtörténhet. Ez az egyik ilyen fő terv, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tudjuk tovább vinni. Illetve az elmúlt évben már tervben volt, hogy egy mosdót szeretnénk létrehozni. Bízunk benne, hogy ez évben, illetve úgy van, hogy tavasszal ez meg fog valósulni.
2018-ban milyen változások léptek életbe a kormányablak életében? Köszönöm szépen a megkeresést, és örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy milyen változások léptek életbe 2018. január 1-ével. Ez a változás, ami beindult, egy kicsit másabb, mint az előző években, hisz a járási hivatalunk már 5 éve működik, és ez az 5 éves működés és folyamatos átalakulást takart maga mögött. Ugye ez a kormányzati döntésnek a függvényében egy komoly strukturális átalakítás zajlott, hatásköri módosulások zajlottak, és hát az 5. évre eljutottunk arra a szintre, hogy már csekélyebb mértékű átalakítás lép életbe január 1-ével. Nem is átalakítás, inkább most a hatósági eljárási rendünk változott meg, és egy új általános közigazgatási rendtartással indítjuk az évet, amely a kollégáknak egy kis munkát ad, pontosabban már decemberben is adott munkát, hisz felkészültünk a jogszabályi változásokra, és a megfelelő határozatokat átírtuk. Én bízom benne, hogy a lakosság részére ez csak egy formai érzékelés lesz, hogy nem azokra a jogszabályokra, vagy arra a jogszabályra hivatkozunk a KET-re, hanem most már az AKR, amit mi így emlegetünk. A másik jelentős változás, amit szeretnénk megemlíteni, hisz a közigazgatás folyamatosan úgy alakul át, hogy minél gyorsabb, hatékonyabban tudja az ügyfeleket szolgálni, és ezért az elektronikus ügyindításra van lehetőség. Az állampolgárok esetében tehát még lehetőség, de már közigazgatási szerveknél itt az önkormányzatokat, tehát a polgármesteri hivatalokat, a vállalkozásokat, tehát gazdasági társaságokat értve nekik már kötelező január 1-ével a ügyeiket elektronikus úton indítani. Ezt ugye az állampolgár az ügyfélkapuján keresztül teheti meg, a cégek pedig a cégkapun keresztül indíthatják, vagy indítják az ügyeiket, és ezt nagyon szeretném kiemelni, főleg az állampolgárok fele, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, hisz 1400 ügyet lehet már indítani az állampolgároknak elektronikusan, tehát ez sokkal kényelmesebb, hogy otthon, az interneten, a számítógép előtt ülve kitölti a kérdőívet, és elküldi ahhoz a járási hivatalhoz, aki illetékes benne, de ebben minden segít. Tehát nem az ügyfélnek kell kitalálni, hogy ugyan kihenek kell elküldeni, hanem ez a elkészített rendszer már segíti és generálja a küldés lehetőségét. Ez, ami én úgy gondolom, hogy nagyon fontos változás, és ezt meg kell szoknunk mindannyiunknak, úgy a lakosságnak, mint nekünk is. És ha már az elektronikus ügyindítást említettem, akkor nagyon szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem csak az ügyek indítására, ha valaki mégis személyesen akarja indítani, vagy megoldani az ügyét, akkor foglalhat időpontot is, tehát nem kell sorban állni, hanem nyugodtan itt időpontot foglalhat a neki megfelelő időpontban, és természetesen akkor ő kerül sorra abban az általa megjelölt órában, percben. Én úgy gondolom, hogy ez egy jelentős változás, és ezt szeretném, hogyha minél többen élnének ezzel a lehetőséggel. Ahogy mondtam, hogy ez egy ilyen csendesebb évindítás volt, azért a szociális ellátásoknak az összegei módosultak, nem, tehát kisebb-nagyobb mértékben, tehát itt az 1000-től 2000 forint is összegekben, tehát az ápolási díjtól kezdve az időskorúak járadékai változtak. Egyetlen új szolgáltatás vagy díjra lehet igényt benyújtani, mégpedig azoknak a szülőknek, akik már öregségi nyugdíjra jogosultak, és több mint 20 éve ápolják fogyatékos gyermeküket, és a 20 év alatt is ápolási díjban részesültek. Tehát ezt január 1-től lehet igényelni, 50 ezer forint per hó támogatást lehet kapni. A többi járásunk többi osztályának az életében, tehát kiemelt módosításokat nem hozott ez az év. Talán abban azt szeretném még kiemelni, hogy a gyámügyi osztályunk neve szeptembertől megváltozott, gyámügyi és igazságügyi osztály, tehát az áldozatsegítség és a jogi segítségnyújtás ennek az osztálynak a hatáskörébe tartozik, tehát ezt csak információként szerettem volna megosztani a lakosság. Köszönöm.
December óta már a naviroda is itt működik, a kormányablakon belül. Milyen változásokat hozott ez az új rendszer? Igen, ezt én nagyon nagy örömmel vettem, hogy a NAV ügyfélszolgálata, vagy a NAV ablak, ahogy nevezzük, a kormányhivatalunk kormányablakában működik december óta, és a kialakítás pedig kifejezetten egy nagyon szép, kellemes környezetet ad a várakozó ügyfeleknek, és az ügyintézés is ugyanilyen kulturált térben folytatódik, mint ahogy a kormányablakunk esetében ez már megvalósult. Én bízom benne, hogy akik jönnek, azt tapasztalják, hogy ez így talán egy gyorsabb, jobb, hatékonyabb kiszolgálást eredményez. Ugyanúgy a ügyfélhívó oszlopot kell használni. Természetesen az ügyfélfogadási idejük egy picit módosult csak, mert a kollégák a környező településeken is dolgoznak, tehát ők nem tudnak minden nap jelen lenni, tehát most is a hétfő szerda csütörtöki napokon vannak, de ami jó hír, hogy alkalmazkodnak a mi ügyfélfogadásunkhoz. Ugye hétfőn és csütörtökön hosszított munkarenddel dolgozunk, tekintettel arra, hogy aki dolgozik, vagy munkaidő előtt, vagy utána tudja intézni az ügyét, ezt ők is figyelembe vették, és ezt, tehát így várják a Karcag környékét, tehát a karcagjárás lakosságát. Könnyebb lett-e, gyorsabb lett-e így az ügyintézés az ügyfelek számára? Én bízom benne, hogy könnyebb és gyorsabb lett. Azt mi látjuk, hogy a ügyfélforgalmunk kb. 20%-kal növekedett, és szerintem mindenkinek kényelmesebb az, hogyha a kormányablakban valamit szeretett volna intézni, akkor egyúttal már a NAV ügyfélszolgálatán is tud bármilyen ügy, tehát a NAV hatáskörébe tartozó ügyet indítani. Magyarországon több állás hiány szakma. Mi a helyzet a turizmussal? Ez sajnos itt is elmondható, erősen tapasztaljuk, ha szükség van egy-egy konyhai dolgozóra, felszolgálóra, vagy akár recepciósra, hogy valamiért elidegenedtek ettől a szakmától, amit nagyon sajnálunk, mert személy szerint nekünk, akik itt dolgozunk, ez szívügyünk, és talán ez is az ok, hogy ez egy olyan terület, amit szívvel, lélekkel érdemes csinálni. Remélem, hogy nem a fiatalok hozzáállásával van a baj, talán egy kicsit rá lehetne segíteni, figyelmet felhívni ezekre a területekre, mert aki szereti csinálni, annak viszont sok örömet jelent, és egy-egy sikernek itt tudunk együtt örülni, az azért rányomja a bélyegét a pályafutásunkra. Mit tud tenni egy szálloda annak érdekében, hogy a fiataloknak vonzó legyen maga turizmusban dolgozni? Foglalkoztatunk gyakornokokat középiskolákból, vagy akár OK és képzésben résztvevőket, főiskolásokat is egy-egy területen. Támogatjuk őket, tehát aki nálunk gyakornokoskodik, ő tényleg kiveszi a részét a munkafolyamatokban, nem a háttérbe vannak szorítva, hanem igenis oda vannak állítva a vendégelő elé. Már most szokni kell a szereplést, és örömmel tapasztaljuk, hogy amikor éri őket is egy-egy kedves visszajelzés a vendégektől, akkor az megjön a kedvük, meghozza a kedvüket. Kiknek lehetne ajánlani tulajdonképpen ezt a szakmát? Meg maga mit is takar ez a szakmát? Tehát sokan nem tudják. Igen, a vendéglátás az a számomra mindig is egy hivatás volt, tehát teljes embert igényel, amikor itt van valaki, de gondolom, hogy mindenki így van így a saját szakterületével, hogy a maximumot kell kihozni magunkból. Azért szeretjük itt fiatalokkal körülvenni magunkat. Nyilván jó, hogyha vannak tapasztalt és idősebb kollégáink, mert ők adják tovább a tudásukat. A fiatalok viszont azért kellenek, mert hoznak egyfajta lendületet a vendéglátásba, lelkesedést, ők még újak, most kezdik. Talán a mosolyuk is így valamelyest őszintébb, és igen, így szeretnénk őket rögtön előtérbe helyezni itt. Na most az nem azt jelenti, hogy magukra vannak hagyva, mindig van mellettük valaki, aki felügyeli őket, aki támogatja őket, esetleg ha valami nem úgy sikerül, akkor itt korrigálásra kerül.
Szóval egyébként is ez egy gyakorlatközpontú oktatás kellene, hogy legyen. Azon vagyunk, hogy kiegészítsük a tudást, amit az iskolában kapnak meg egy gyakorlatiassággal. Jelenleg itt akár Berekfürdőn, akár a megyében mennyi ember hiányozhat ebből a szakmából? Én azt gondolom, hogy országszerte jellemző ez, hogy nincs elég tapasztalt, vagy akár csak talpra esett vendéglátós. Nem kell mindig, hogy 10-20 éves tapasztalattal menjen el valaki egy állásinterjúra. Tehát nagyon fontos a fiatalkori lelkesedés, mert egy olyan munkaerő, aki szeretne dolgozni, az legalább annyit ér, mint aki tud is dolgozni, vagy 10-20 éve ezt csinálja, mert hamar bele lehet lendülni. Pont adódik a kérdés is, hogy mennyire fontos ebben a szakmában az, hogy valaki tapasztalt legyen? Nagyon, mert hogy emberekkel dolgozunk nyilván, és mindenki más. Szóval itt nincs egy séma, hogy például a felszolgáló és a szakács között is lehet egy ilyen különbséget tenni, hogy egy szakács recepttel dolgozik. Viszont egy felszolgálónak mindig spontánabb élethelyzeteket kell megoldania, ezért aki szereti a kihívásokat, aki rugalmas, az mindenképpen jól fogja itt érezni magát. Vajon miért nem választják ezt a fiatalok? Tehát miért nem vonzó mondjuk pincérnek lenni, recepciósnak lenni? Ez sajnos az évek alatt épült le, én úgy gondolom, de nem csak itt, hanem világszerte, és azért ha visszatekintünk a vendéglátásra egy 20-30 évet, akkor ha egy étterembe is betért a vendég, az étterem arról volt híres, hogy ott volt egy házigazda, aki fogadja a vendégeket. Az utóbbi években nagyon ráhelyeződött a hangsúlya a konyhára. Most már Michelin csillagban mérik egy étterem sikerességét, mindenféle toplistákat szerkesztenek világszerte, és sajnos a felszolgálókról valahogy elterelődött a figyelem. Én remélem, hogy majd indul egy változás, ami majd elér egyszer itt Európában minket, magyarokat is, hogy láthassuk megint, hogy egy házigazdának lenni, szépen felöltözni, kihúzni magunkat, büszkének lenni arra, amit csinálunk, ez nagyon szép tud lenni, és vonzó tud lenni a fiataloknak. A külföldön azért a magyar vendéglátás mindig híres volt, ezáltal, hogy nincs ember, nincs szakember, csorbult-e ez a nimbusz? Azt gondolom, hogy a hírnevünk az mindig fent fog állni, ugyanúgy, ahogy a borászatban is hiába megindult egyszer a tömegtermelődés, de mindig voltak kiemelkedő minőségű boraink, ugyanúgy volt mindig egy gundelünk, de jó dolog ezekre emlékezni, de nem állhatunk állandóan ki ebből. Tehát ma is kellenek új szamosok, új gundelek mindenféle területen. Belőlük inspirációt kell gyűjteni, ihletet, és aztán hozzadni valamit magunkból, és kell ezért, hogy vállalkozó kedvel hozzámerjünk állni a vendéglátáshoz. Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk külön kiadásában Bereki körképünket vetítjük Önöknek. A pályázatok minden település életében nagyon fontos szerepet töltenek be. Rengeteg top pályázaton nyert Berekfürdő. Mik ezek a leglényegesebb pályázatok? Igen, ez így van, ahogy mondja, hogy ezek nagyon nagy lehetőségek, amik az utóbbi néhány évben lehetőségként adottak település életében. Elég sok minden olyat meg tudunk csinálni, amit részben régi vágyunk, részben pedig lehetőségeket látva újonnan ébredt vágyaink lettek. Nem csak topon belül, hanem más pályázatokat is igyekeztünk kihasználni. A topos pályázatok közül három területen nyertünk. Az egyik, ami már folyamatban van, és itt a tavasz folyamán átadásra is kerül, befejezésre kerül, ez az orvosi rendelőnek a felújítása, átalakítása. Úgyhogy most a helyiek ezt már látják, érzik, tapasztalják, hiszen úgy kellett kialakítanunk, hogy az a rendelés még mehessen, de a munkákat is tudják végezni. Ez egy pici nehézséget okoz, de nem olyan vészes. Szíves örömest vállalták a helyiek ezt a nehézséget a reménybeli
a jövőbeli jobb feltételek kedvéért. Ez egy 25 millió forintos nyert pályázatunk. Ezen kívül van még kettő. Az egyik az egy energetikai pályázat, erre összesen van durván 105 millió forintos topos keretünk, aminek két épület, vagy két épület együtt, és az egyik a hivatal energetikája fért bele, illetve az általános iskolának az épületei, azoknak az energetikai fejlesztése. Ezeknek általában két fontos része van, az egyik az, hogy a működtetés, üzemeltetés lényegesen kedvezőbb lesz, tehát itt egy külső hőszigetelések vannak benne, nyílászárók, modernebbre, sokkal jobban szigetelőkre lehet cserélni, illetve a maga a fűtésrendszer is felújul, felfrissül, hiszen mind a két épületben a még elég régi konvektoros, gázkonvektoros fűtés megy, ami a mai ismereteink szerint a legkevésbé hatékony. Ezeket sikerül sokkal modernebbre, korszerűbbre kicserélni, illetve van még valamennyi napelem is, amit fel lehet tenni az épületek egy részére. Még az iskolánál, mivel mondtam, hogy az energetikai pályázat az iskolát is érinti, nem a mi pályázatunk ugyan, de nagy örömmel említem és mondom, hogy az iskolánál az üzemeltető, tehát az iskolánál az üzemeltető, a Klik nyert olyan pályázatot, amiből a Berekfürdő Általános Iskola is részesül. Ezek is nagyon fontosak, ez itt főleg belső berendezések és egyéb olyan belső felújítások, amik már nagyon régóta esedékesek lennének, ezzel sokkal vonzóbbá lehet tenni, kényelmesebbé lehet tenni egyrészt a pedagógusok, másrészt főleg a gyerekeknek az ott tartózkodását és a tanulást. De ezek nagy örömök számunkra, hogy nem csak mi dolgozunk a település fejlődésén, hanem mások is, akik érintettek a településen. A harmadik topos pályázatunk, az pedig az egy 130 milliós nyert támogatási összeg, az pedig a fürdő előtt, amit van önkormányzati hivatallal szemben, a fürdő előtt, ugye mi ott egy rendezvénytér kialakítása és felújítása. Ugye Berekfürdő, ezt itt a környéken mindenki tudja, de az országon belül sok helyen máshol is, hogy elsősorban az idegenforgalomból él, a munkahelyek zöme is ehhez kapcsolódik valamilyen formában. Emiatt jóval több rendezvényt kell tartanunk éves szinten, mint más hasonló méretű település. És a rendezvényeknek is vannak kisebb-nagyobb rendezvényeink. Ezt a fürdőlőti teret szeretnénk úgy átalakítani, és elad lehetőséget ez a pályázat, hogy itt kisebb-közepes rendezvényeket tudjunk. Egy-két nagy rendezvényhez valószínűleg kicsi lesz ez a tér, de azt meg tudjuk oldani máshol is. Azok főleg nyári időszakban vannak. Ehhez nagyon nagy segítség ez az összeg. Ebben lesz olyan is, hogy a rendezvénytér, amikor éppen nincs rendezvény, akkor parkolóként tudjuk használni, hiszen nyáron, főleg nyári időszakban a parkolás az elég nagy gondja a településnek, és a parkolót már úgy alakítjuk ki, hogy ez a részben a pályázatnak is feltétele, hogy legalább néhány olyan elektromos tankolási pontot kell kialakítani, vagy legalább a helyét kiépíteni, ami későbbiekben elektromos autók töltésére is alkalmas. Tehát ezek a topos pályázatok. Ezen kívül igyekeztünk más pályázati lehetőségeket is kihasználni. Van, aminek tudjuk az eredményét, amiben nyertünk, van, aminek még várjuk az eredményét, illetve vannak, amiket most adunk be. Tehát nemrég kaptunk egy nagyon jó hírt, hogy 74 millió forintot nyertünk egy Berekfürdő határában levő, most még csak földútként használt útnak a felújítására, nem is, hogy felújítás ez, hanem egy pormentessé tételére, ami megint elég régóta probléma, hogy a település határában vannak olyan mezőgazdasági területek, ahonnan a mezőgazdasági gépek bizonyos időszakokban csak a településen keresztül tudnak jönni. Ez elég nagy probléma nekünk, mert sok sarat felhordanak,
főleg, hogyha üdülési szezon van, akkor zavarók is ezek a gépek. Ez régi elképzelés, hogy a települést megkerülve tudnának kimenni a település határából ezek a gépek. Na most ez a pénz, ebből a pénzből ezt szeretnék megoldani. Annak a tervei megvannak, most megnyertük a pénzt, tehát most kell majd a közbeszerzést megérni és kivitelezőt keresni ezekre a munkákra. Van még egy másik, ami az utakat érinti, amihez nekünk nincs ráhatásunk, viszont mi élvezzük, hogyha megvalósul, hanem akkor pedig a hiányát, de legfrissebb hírek szerint ebben az évben még reménység szerint az üdülési szezon előtt a településre bejövő út, ami a közútkezelőnek a fenntartásában van, ez új aszfalt borítást kap. Ennek a pontos összegét nem tudom, hiszen ez rajtunk kívül álló, de aki jár Berekfürdőre, tudja, hogy egy szakasz az elég kátyús, rossz állapotban van, ami elég sok problémát okoz. Sokszor kérdezik a vendégek, meg a helyiek is természetesen, hogy polgármester, mikor lesz már ez megoldva? Most örömmel mondhatom, hogy reménység szerint ez az idén ez elkészül. Ezen kívül van még olyan nyert pályázatunk, amit tudjuk, hogy megnyertünk. Ez nem is pályázat, nem is ezekben a pályázatokban pályázati pénzekből valósul meg, hanem egy kormányzati döntés alapján 30 millió forintot kaptunk arra, vagy kapunk arra, a lehetőséget kaptuk, hogy a hivatalt bővítsük egy kicsit. Ez reménység szerint, ennek az engedélyes tervé már megvannak, elkészültek, engedélyezett állapotban van, kiviteli terveket most várjuk a napokban, és akkor utána tudjuk közbeszerzésre kiírni. Ezt össze kell kötnünk a meglévő épületnek az energetikai felújításával. Ez egy kicsit nehezíti a dolgot, de nagy öröm, hogy ez is meg lesz. És akkor vannak még olyan pályázataink, amiket most adunk be. Ezek líderes pályázatok. Ezek már lényegesen kisebb összegű, de még így is olyan, hogy önerőből ezeket nem tudnánk megoldani. Ilyenek ugyancsak a rendezvényeinket szolgálják, hogy az önkormányzat adhat be egy pályázatot körülbelül 7 millió forint összegre, amiből a rendezvények lebonyolításához sátrakat tudunk, közepes méretű sátrakat tudunk vásárolni, sörpad garnitúrát, pavilonokat, hogyha meghívunk akár helyi, akár máshonnan jövő árusokat, akkor egységes pavilonokban legyenek. Tehát ezt a rendezvények korszerűbbé, esztétikusabbá tételéhez ezek nagyon fontosak. Egyáltalán, hogyha csapadékosabb idő vagy bizonytalan időjárás esetén is meg lehessen biztonsággal ezeket rendezni. Azon kívül ugyancsak egy líderes lehetőség az, hogy egy régi vágyunk, hogy elektromos autónk legyen a településen, ami jóval kevésbé környezetszennyező, hiszen üdülőterületen ezek nagyon fontos szempontok. Halkabb, csendesebb is. Egy olyan kis teherautó, kis szállító jármű, ami azt a célt szolgálja, hogy a helyi termékek szállítását azt meg tudjuk oldani. Ez is egy több funkciós dolog. Ebbe az irányba is szeretnénk mi mozdulni, mert a környezetvédelem az is egy nagyon fontos része az életünknek. Ha már polgármester úr említette az áru fuvarozást Berekfürdőn, ugye jól működő közmunkaprogram van, amelyben zöldséget és gyümölcsöt is termelnek. Ha jól tudom, ezzel kapcsolatban is egy új pályázati lehetőségük van. Így van. Ez nagyon lényeges. Nem azért hagytam későbbre, mert nem lenne fontos, sőt, ez egyik olyan pályázatunk, aminek a beruházása folyamatban van. Ahogy mondta is, a kertészet, van egy jól működő kertészet, ahol főleg zöldséget és valami kevesebb gyümölcsöt is termelünk. Ezeknek a feldolgozása, vagy felhasználása az sokkal célszerűbb, hogyha feldolgozott állapotban tudjuk értékesíteni. Hiszen
nagyobb értéket is képvisel, másrészt az el is nyújtható, mert mondjuk egy paprika paradicsomot néhány napon vagy héten belül, ahogy leszettük, azt fel kell dolgozni, meg kell lenni. Elrakva pedig, vagy bármi másról is legyen szó nyilván, azt akkor egész évben lehet használni, és elsősorban a közétkeztetésben fel tudjuk használni, de ahogy volt már róla szó, sok vendéget fogadunk egész éves viszonylatban. Tehát a helyi vendéglátásban, akár éttermek vagy szállodák, ők is szívesen vesznek ilyen termékeket, nem csak amikor megterem, hanem feldolgozza más időben is. Na most ehhez, hogy fel tudjuk dolgozni, ehhez nyertünk egy BMS pályázatot, összesen 207 millió forint értékben, ami nagyon nagy dolog, óriási dolog. 100%-os támogatás, cserébe válnunk kellett, hogy 5 embert folyamatosan foglalkoztatnunk kell, de ez már nem közmunkaprogramban, hanem őket rendes munkavállalóként kell foglalkoztatni, ami mindenkinek jó nyilván, nekik és nekünk is. Úgyhogy a cél az, hogy ennek ki kell termelnie minden költségét majd idővel. Reméljük, hogy minél hamarabb. Tehát az a zöldséggyümölcs feldolgozó építés ez most folyamatban van. Ezt tavasszal-nyárra én már ennek működnie kell. És akkor van még egy, amit nem említettem, aminek most ez az átadás, ez pedig a kultúrához tartozik, hogy a könyvtárunk felújítása, megszépítése, arra nyertünk az NK-tól, tehát Nemzeti Kulturális Alaptól nyertünk egy összeget. Ennek az átadása most lesz összekötve a kultúra napjával, tehát a hétvégén. A Beregfürdői Művelődéshez milyen funkciót tölt be a térségben? Térségben én inkább elsősorban a településről beszélnék. A település életében nyilvánvalóan egy, nem is véletlen a neve, a közösségi tér, egy közösségi funkciót lát elsősorban. Itt található a Turinform iroda, itt találkoznak a civil szervezetek, itt van a gyönyörű szép új könyvtárunk, illetve minden olyan nagyobb rendezvénynek itt folynak a háttérmunkálatai, tervezési munkálatai, amik a településen történnek. Turinform irodát itt találhatják meg az ide látogató éves szinten több százezer vendégünk, úgyhogy elég jó forgalmas ez a ház. Kiemelt turisztikai központként megfelelő figyelmet kell fordítani a programokra, mivel készülnek 2018-ban. Nagyon sok programmal készültünk, nyilván elsősorban az elmúlt évek tapasztalata alapján, illetve nyilván próbálunk mindenféle fajta igényt kielégíteni, hiszen turisztikai célpontként tudjuk, hogy milyen időszakonként, milyen korosztályú vendégeink érkeznek, és nyilván mindenkinek szeretnénk az igényeit kielégíteni. Az őszi-téli időszakban inkább a nyugdíjasabb, idősebb látogatóinkra jellemző, nyilván a népi szokásoknak, a nemzeti ünnepeknek megfelelő programokat, és aztán nyáron a csodálatos napsütésnek, a jó időnek, és elsősorban a családos és fiatal vendégeinknek szervezünk programokat. Nyilván a szervezés már elindult, még azok a fontosabb programok, hétvégék, amiket kiemelne? Ebben az évben kiemelt figyelmet fordítunk a hosszú hétvégéknek, hiszen aki eljön hozzánk, nyilván a csodálatos gyógyvíz miatt látogata ide, és a csodálatos csendes falu és a turisztikai térség, de azért, hogy ne unatkozzon, szervezünk ezekre a hétvégékre programot. Gyerekeknek kézműves programokat, bemutatókat, van csodálatos helyi néptánc körünk, akik fantasztikus műsort fognak bemutatni, illetve sok olyan civil szervezetünk van, akik produktumokat tudnak ilyenkor nyújtani, és hát nyilván belecsempészünk egy-két olyan sztár fellépőt, aki vonza nem csak az ide látogató vendégeket, hanem a környéki településen élőket is. Lehet-e már konkrétumokat tudni, hogy ki mikor érkezik, és milyen dátumot kell beírni a naptárba?
vannak titkaink, de azért egy párat szívesen elárulok. Idei évben óriási program lesz a Húsvéti Locsoló Fesztivál, hiszen a Bereki Hagyományőrző Néptánc Egyesülettel, a jártató zenekarral egy óriási egész napos húsvéti locsolkodást tervezünk, nyilván a hagyományos húsvéti népszokásnak megfelelően. Minden mellett hungarikumok kóstoltatására is sor kerül, úgyhogy fog főni a finom birkapörkölt, a csodálatos tiszafüredi halászlé, mézet, fröccsöt kóstolhatnak, nyilván akkor még inkább forralt bor keretében, hiszen hűvös lesz. Várunk mindenkit nagy szeretettel. Ha jól értem, akkor a programok szervezésén elsőleges szempont a hagyományaink őrzése. Nyilván nagyon fontos, hiszen a múltunk, a jelenünk és a jövőnk. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy éves szinten több százezer ide látogató vendégnek tudjuk ezeket az értékeket közvetíteni. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy bármilyen új legyen ez a program, hagyományos dolgok mindenképpen legyenek benne. Hadd mutassuk meg, kik vagyunk, hiszen mi erre büszkék vagyunk. Nyilván belföldön sokan ismerik hagyományainkat, de mi a helyzet a külföldi vendégekkel? Mennyire szívesebben választják pont Belegfürdőt az ilyen rendezvények miatt? Mik a tapasztalatok? Nyilván elsősorban a csodálatos gyógyvízünk miatt, illetve a település hangulata miatt. Ezen kívül azt gondolom, földrajzilag rendkívül jó helyzetben vagyunk, hiszen Kelet-Magyarország gyöngyszemeként csillagtúra helyszínéhez is fantasztikusak vagyunk, hiszen innen elérhető 40-50 perces maximum autóúttal a Hortobágy, Eger, Tiszafüred, Poroszló, Debrecen. Azt gondolom, aki pihenni akar, nagyon jól teszi, ha ide jön hozzánk. Ezek a programok az elmúlt évek alatt hagyománnyá váltak. Nagyon sok vendégünk ajánlja a vendégeinek. Lengyelek például fantasztikus, nagyon szeretik a Szent Ivánéi programunkat, hiszen össze tudják kötni a Karcagi Birka Főzőfesztivállal. Nagyon-nagyon szeretik a csillagászati hetünket júliusban, amikor egy egész héten keresztül a fürdőterületén, illetve a településen az ezzel kapcsolatos csodákat láthatják. Nagyon szeretik a falunapunkat, ahol hagyományosan most már minden civil szervezetünk bemutatkozik, és itt elsősorban nyilván a hagyományok. Ezen kívül szeretném elmondani a szeptember végi kertbarátok kör által szervezett hagyományos szüreti mulatságot, ami egy csodálatos, fantasztikus mulatság, és ugyan utoljára hagytam, de augusztusban van a háromnapos bereki vigasságunk, ahol tényleg minden egyes vonalát megmutatjuk a településnek, az itt élő embereknek, illetve ilyenkor sztárfellépők is szórakoztatják a vendégeket. Most még erről nem beszélnék, hiszen ez most még titok. De jól értem, akkor itt egy nagy összefogásról beszélünk, akár a fürdő önkormányzatunk és a civil szervezetek között. Hogyne. Azt gondolom, hogy az egység Berekfürdőn példaértékű, hiszen az önkormányzat, a Berekvíz Kft., természetesen mi a Berekfürdő Turisztikai Non-Profit Kft. Dolgozói, illetve a helyi civil szervezetek mindannyian a turisztikából élünk. Nagyon fontos, hogy összefogjunk, hiszen ha egyfele haladunk, egy dolgot teszünk, ugyanannak a célnak az érdekében, akkor sokkal több mindent tudunk elérni. Ebben nagy partnereink a környező települések vezetői, illetve a hasonló történetekkel foglalkozó cégek. Ezért kicsit könnyű, kicsit nehéz is a helyzetünk, hiszen ennyire jó szakember között, ilyen összefogással nagyon oda kell figyelni, hogy jó úton járjunk. Én úgy gondolom, hogy jó fele indultunk. A programokon kívül természetesen gondolom egyéb tervek is vannak. Mi jellemezheti 2018-at még? Mindenképpen az innováció és a fejlesztés, hiszen óriási fejlesztések indultak el településünkön több területen, nyilván itt nálunk is kicsiben. Próbálkozzunk olyan applikáció megjelentetésével, ami segíti az ide látogató vendéget és a környezőket, illetve nyilván a település rendezvény infrastruktúráját szeretnénk nagyon fejleszteni, hiszen ugrásszerűen a vendégek száma, szeretnénk olyan minőségben kiszolgálni őket, ami mindenki számára jó, és visszahozza őket, szeret nálunk lenni. Ezek a nagyon fontos dolgok az elsődlegesek számunkra. És természetesen a helyieknek is szólnak fejlesztések. Most egy szépen felújított könyvtárban vagyunk. Mit kell erről tudni? Igen, a könyvtár nagyon nagy múltú, ez a könyvtár, nem csak azért, mert amióta létezik, hanem azért, mert amennyi a látogató száma. Berekfürdő, és akkor itt szeretném elmondani, hogy az idén 20 éve működik Berekfürdőn a Körmendi Lajos írótábor, egy hagyományos, már most sajnos az író elhunyt, de a hagyományait, értékeit tovább vívő tábor, írótábor működik. Az alkotótábor lakóinak műveiből az idén megjelent
megjelenik egy kiadvány, Ne csodálkozz, itt lakik a nyár című kiadvány, aminek szeptember elején lesz a könyv megjelenése, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudjuk ezt a könyvet megjelentetni. Nos, arra akartam utalni, hogy óriási hagyománya van itt az olvasásnak, az irodalomnak, a hagyományoknak ilyen területen is, és a Nemzeti Kulturális Alapnál volt egy pályázati lehetőség, ahol könyvtári bútorral lehetett pályázni. Az előző bútorok is csodálatosak voltak, hiszen azt a településen élő, működő alkotótábor lakói, népiparművész alkotótábor lakói készítették, az egyik helyi táborlakóval, Kocsis Lajos vezetésével. Fantasztikus volt, de ugye az idő elszállt, és az új modernkori elvárásoknak egy stabilabb, illetve egy újabb megjelenést kellett, hogy kölcsönözön, és pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alapnál, és a megyei könyvtár támogatásával el is nyertük ezt a pályázatot. Itt látható a bútorok egy része, hiszen több helyiségből áll. 4 nap múlva lesz ennek a hivatalos átadása, egy kicsit lehet látszik, még nem laktuk be teljesen, de ezen dolgozunk. Én azt gondolom, hogy egy sokkal gyerekbarátabb környezetben, egy kellemesebb környezetben még inkább jól fogják itt magukat érezni a település lakói. Vannak-e még olyan pályázatok 2018-ra, amit mindenféleképpen szeretnének beadni, szeretnének megvalósítani? Hogyne, nagyon sok ilyen pályázat van. Úgy szoktuk szlengben mondani, hogy mindenre lövünk, ami megmozdul, hiszen ezek a pályázati lehetőségek nagyon-nagyon fontosak számunkra, nem csak a helyi Liderben, hanem összességében a Széchenyi 2020 pályázatban, hiszen ezek óriási lehetőséget adnak arra, hogy fejlődjünk, hogy új innovatív lehetőségekkel még magasabb színvonalú szolgáltatásokat tudjunk adni. Van a településünkön egy múzeum, a Szovjet Repülőtér Titkai Múzeum, maga nemében egyedülálló, majd ezt fogjuk látni. Ott is szeretnénk az infrastruktúrát fejleszteni, nyilván ezt is pályázati lehetőségből, amennyire lehetőségünk lesz rá, illetve a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai nagyon jó lehetőséget adnak arra, hogy minőségi, magasabb minőségi szolgáltatásokat tudjunk megvalósítani. Berekfürdő, mint turisztikai központ, rengeteg belföldi és külföldi turistát vonz. Mi a jellemző, hogy választják ki a szállást, hogy foglalnak ide az emberek? Üdvözlöm a kedves nézőket, és mindenkit így virtuálisan is szeretettel a szállodánkban. A jellemző nálunk a Termál Hotel Pávaiban, hogy a visszatérő vendégek alkotják a vendégek többségének legalábbis a legnagyobb részét. Így jellemző, hogy ők már régebb óta ismernek minket, valaki 5-6-7 vagy 10 éve is visszajár hozzánk, és ők nyilván nagyon előre gondolkoznak. Valakinek megvan például az, hogy tipikusan októberben vagy utószezonban szeret jönni, elkerülve a nagy tömeget, ők ide telefonálnak már az év elején, hogy biztosítsák maguknak a szállást. Illetve az utóbbi pár évben részt veszünk az Erzsébet Alapítvány üdültetési pályázatában, mint szállásadóhely, és itt jellemző, hogy ezek a foglalások már megindulnak az év elején, így arra ösztönöznénk az egyébként kereskedelmi úton érkező vendégeket, hogy jóval előre gondolkozzanak, mert hamar megtelnek nálunk a szobák. Ugye 9 hosszú hétvége lesz 2018-ban, az első ugye márciusban, majd rögtön utána húsvét. Mennyivel előtte érdemes foglalni? Van-e még esetleg hely, vagy már beteltek? Vannak még helyek, de amikor meghirdetünk egy-egy csomagárat, és felveszünk a kapcsolatot a visszatérő vendégekkel, illetve kiajánljuk internetes oldalakon keresztül, akkor jellemző, hogy onnan egy 2-3 hét alatt érkezik annyi visszajelzés, hogy be is telnek a szobák. Mi a helyzet a nyárral, a csúcsidőszakkal? Érdemes-e már esetleg most foglalni? Mindenképpen ösztönöznénk, igen. Újabban felfedeztek minket a nagy családosok is, így azért is telik be inkább a nyár hamar, mert a nyári szünet miatt a gyerekeket is tudják hozni a szülők, illetve azért szerencsére Berekfürdő olyan sikeres programokat szervez minden évben, hogy az vonza a turistákat, tehát az is mindenképpen egy motiváció, hogy van is mit csinálni a faluban. Gyógyulni érkeznek ide elsősorban, vagy kikapcsolódni? Igen, ez is megoszlik. Nyáron elsősorban kikapcsolódni.
tavasszal és ősszel, télen viszont gyógyulni vágyó vendégeket látunk itt főként el. A gyógyászat az kiemelkedő a térségben. A gyógyvízünk ide vonza még Dunántúról is a vendégeket, illetve van, aki szereti elkerülni a forgalmasabb üdülőhelyeket, ahol szintén működik gyógyászat. Ők is egyébként ilyen térségből is eljönnek Berekfürdőre, hogy itt nyugalmasabb környezetben tudjanak pihenni. Belföldi vagy külföldi vendégek jellemzőek, akár főszezonban, akár szezonon kívül? Ide inkább mi a magyar vendégeket vonzuk. Jellemző egyébként, hogy, és remélem ez majd változik a közeljövőben, hogy a külföldről érkező turisták inkább Budapestet, valamint a balatoni régiót keresik fel. Ide is vannak egyébként akár visszatérő vendégek között is svédek, németek, illetve a felvidékről is érkeznek hozzánk, de túlnyomó többségben inkább magyar vendégek a jellemzőek. Ezek a csendesebb turisztikai központok, mint Berekfürdő is, mivel tudná még vonzóbbá tenni az, hogy több külföldi vendég érkezzen ide? Azt hiszem, hogy kiaknázatlan, még illetve nem eléggé hangsúlyos a gyógyvízünk, a gyógyvízkészletünk itthon. Szerintem mindenképpen figyelmet kellene erre fordítani, egész országra kiterjedően, nem csak régiókra lebontva, hogy milyen nagy kincs ez, és milyen nagy vonzóerővel bír. A fürdő az működik, egy szálloda mit tud tenni, hogy ehhez megfelelően tudjon csatlakozni? Mindenképpen az az előnyünk, akár más szálláshelyekkel kapcsolatban, hogy itt helyben tudunk nyújtani mindent. A vendégek megszállnak nálunk, kényelmes, hogy nem kell, akárha csak pár száz méterre is van a fürdő, de nem kell megtenni ezt a távolságot. Itt helyben fel tudják venni a gyógykezeléseket, az étteremben kiszolgáljuk őket, nagy területű udvarunk, rendezett kertünk van, ahol szintén kikapcsolódást tudunk nyújtani, akár gyerekeknek, de vannak kültéri fitness eszközeink felnőtteknek, vagy ha egyszerűen csak szeretne valaki leülni, könyvet olvasni kint a padon megteheti, szóval minden megtalálható itt nálunk egy helyben. Tehát akkor lényegében úgymond ezek a wellness szállodák népszerűbbek is, akár külföldön, akár a belföldi vendégek számára? Igen, mindenképpen, mert itt tényleg ki tudja magát pihenni az ember, egy helyben minden igényét ki tudjuk elégíteni, és esetleg nem fáradtabban érkezik haza üdülés után, hanem tényleg feltöltődve. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket, írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk. Jövő heti viszontlátásra mindenkinek!